Több tízezer utas lépte át vasárnap az újra megnyitott hongkongi határátkelőket, hogy visszatérjenek Kína többi részére, ami eddig tilos volt a járványügyi rendelkezések miatt. 2020 márciusa óta most először enyhítettek a szabályozáson. Az első hajnali járatokon nagy volt a zsúfoltság, Lokmacsau vasútállomása közel 3 évig zárva volt. Közép-Kínában legkevesebb 17-en meghaltak és 22-en megsérültek Jiangxi tartományban egy balesetben. A sűrű ködben egy teherautó temetési menetbe hajtott.